A húsvét egyházi és családi ünnep, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány kötődik. A húsvéti ünnepkör a mozgó ünnepek közé tartozik. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holtölte utáni első vasárnapra esik. Jézus szeretetből vállalta ezt a szenvedést, Megbocsátott mindenkinek, legalábbis fölkínálta a megbocsátást, szívéből biztos. Atyán, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, mondta a keresztfán. És amikor föltámadt, akkor is mindenkit hívott az üdvösségre, üdvösség, hogy bejussunk a mennyországba. Aki elfogadja Jézust, akkor általa üdvözül. Ez jelenti húsvét, a föltámadást. És ha Jézus föltámadt, akkor mivel ő Isten, a fiú Isten, akkor minket is föltámaszthat. És a testünk elpoldat, a lélek halhatatlan, és az utolsó ítéletkor a testünk is titokzatos módon föl fog támadni, hogy Isten létre tudta hozni a világ mindenséget, meg az emberi létet. Akkor ő, új életet is adhat a testünknek. A húsvétot igazából csak akkor érthetjük meg, ha részt veszünk az ünnepet megelőző szertartásokon. Húsvét vasárnap maga a feltámadás napja. Ekkor sokan megnézik a napfelkeltét, majd a hagyomány szerint bárányt fogyasztanak. A bárányevés az áldozati bárányságot, azaz Jézus halálát szimbolizálja.